vannak művek, amiknek a sorsát nem lehet előre kiszámítani. Nem a zsenialitástól függ, hanem hogy elérkezik-e azokhoz, akiknek igazán szólna, vagy megmarad a művésznek a saját belső lelki tulajdona. Amikor az ember egy harangtornyot avat, és egy harangot avat avval, hogy időnként meg fog szólalni, ez tízezreknek, százezreknek szól, évtizedekre előre. Ennek a harangnak a története úgy kezdődött, hogy én nemzetközi kovács találkozókat szervezek, és eldöntöttem, hogy csinálok egy olyan kovács találkozót, ahol a kovácsok nem fognak dolgozni, csak pihenni, csak én fogok egyedül dolgozni, és bemutatom, hogy hogy néz ki egy harangnak az öntése, a formázástól az öntésig, a kibontásig, és ez a tavalyi kovács találkozón megvalósult. De ahhoz, hogy ne legyen felesleges a munkánk, ne csak azért csináljunk valamit, hogy a sarokban porosodjon, rögtön fel is ajánlottuk Kis Győrnek ezt a harangot. Szép a település, és nagyon sok olyan fafaragvány van, hogy készítsenek hozzá egy méltó harangtornyot. És ezt vállalta a polgármester úr, hogy megcsinálja. Ez a tulajdonképpen 27. családi kézműves tábor, és minden évben valamilyen nagy alkotást hagynak itt a faragók maguk után. Most, mivel a reformáció 500. évét ünnepeljük, illetve Lajta László születésének 125. évfordulóját, egy harangláb, illetve egy Lajta emlékmű készült el. Lajta László 1929-ben gyűjtött itt Kis Győrben, és akkor Gönnyei Sándor készített is egy fényképfelvételt róla, amint fonográfra gyűjt három szifraszűrös férfi emberről. És a Néprajzi Múzeumban fennmaradt ez a fénykép, és hát itt ez a szenzációs ötlet született, hogy valamilyen módon ezt a fényképet elevenítik meg. Itt ugyan nem három cifraszűrös férfi ember van, csak egy, de és ő fogja kezébe a fonográfot, ugye, amit annak idején természetesen Lajta kezelt, de mégis szimbolikusan valamilyen módon megjelenik az, hogy itt járt Lajta és népzenét gyűjtött. Én itt születtem ezen a tájon, bár nem Kisgyőrben, hanem Mocsajás telepen, gyakorlatilag mi egy közösséget képezünk. A szülőföld az, azt gondolom mindenki számára az egy fantasztikum, az kitörölhetetlen, öröm mindig hazajönni, öröm azokkal az emberekkel együtt lenni, akikkel felnevelkedtem, öröm látni azokat a változásokat, amik történtek itt a községben. Száz éves a reformáció, ezért készült egy újabb harangtorony. Ez egy picit más, mint ami a szokványos harangtornyok, mert itt szobrok tartják, emberalakok tartják az egész harangtornyot, a négy őselem. Egy nagyon öreg néni, aki a földet szimbolizálja, egy leány, akinek a szellő lobogtatja a haját, aki a levegőt, egy legény, aki egy mécses tart a kezébe, és egy idős bácsi, aki vizet önt egy madárkának. Adj nékünk, jóságos atyánk, békét valahára, múljanak el tőlünk a bajok, s a halál riadalma, múljanak el tőlünk a bajok, s a halál riadalma. Valamikor az 1600-as években leégett Kisgyőrben egy templom. Ennek a templomnak néhány maradványa megmaradt, összvisz kettő darab kazettás mennyezet. Ezek a mennyezeti elemek lettek feldolgozva, az is a mennyezeti rész el lett benne készítve. Egy harangnak a hangját befolyásolja a súlya, az átmérője, a párta vastagsága, mert ugye a paláston különböző gyűrűkön jelenkeznek ezek a hangok,
Ugye érdekes a harangnak a hangja, hogy minden egyes gyűrűn más-más hangot ad ki, tehát az egész oktáv megvan az alhangtól a felhangig. Hangját elviszem magammal, egyébként fantasztikusan gyönyörű csengő hangja van, ami nyilvánvalóan a torony építészeti megoldásának egy akusztikus alapfeltétele is. Már maga a torony a hangzásnak, mert a harang se szól akármikor és akárhol. Úgyhogy tisztelet azoknak, akik csinálták, és boldogság azoknak, akik hallják a hangját. Advent minden vasárnapján megkondítjuk ezt a harangot, és nem úgy, mint egy lélekharang a temetőnél, hogy az elhunytnak szól, hanem ez a harang ez akkor fog megszólalni, amikor a településen születik egy gyerek. Reméljük, hogy nagyon sokszor megkondítjuk ezt a harangot. Tulajdonképpen mindenkinél meg kellett volna kondítani, amikor születtünk, mert vagyunk a Földön 10 milliárd csoda.